Bejöttünk most itt az RTL-nek a stúdiójába, a konyhafőnököt forgatjuk éppen. Csillagot kapni a világ legegyszerűbb dolga. Megtartani ezerszer nehezebb. Az év séfje díjat a Borkonyha séfje Sárközi Ákos nyert el. Cool story, bro. Fotográfus szeretem volna lenni. Mert azt gondolom, hogy nekem elindult egy hobbiba, és akkor milyen jó lenne a fotográfiával foglalkozni. De nagyon egyszerű oktál fogva nem találtam gyakorlati helyet, innen mentem iskolába, és megmaradt hobbinak. Sokat gondolkodtunk a családdal, mi legyen belőled fiam címmel, és akkor jött egy ilyen kósza gondolat, hogy mi lenne, hogyha elkezdenék főzni. Ha elmegyek a konyhába, akkor nem fogok fázni télen. Nyáron pedig meg lehet dögleni. És akkor ebből a aspektusból elmentem a suliba. Ugye milyen jó, hogy zárva az étterem? Sokkal könnyebb így dolgozni? Ez a mi dicsőség falunk, és nem azért minden vendég fontos nekünk, de van, amikor kirakunk hírességeket, Tom Hanks-től kezdve, nem tudom, Rammstein énekese. Vegyük le a vendéget, hogy fedje föl magát. Mert mi azt mondtuk, hogy hát itt van valaki, hasonlít az Obama-Vizorra. És akkor küldtünk neki ajándékot a konyhából, egy ilyen pici kis amüszt, és hogy azért kapja, mert nagyon hasonlít Obama-Vizorra. És akkor innentől már volt egyfajta kommunikáció, aztán be is jött a konyhára, fotózkodott vele a csapat, rendelt a forgatásra ételt tőlünk. Beszéltem vele, és mondtam, hogy tök jó, semmi akadálya. De gondolkodtam, mondom, hogy tök ciki, hogy dobozba vigyük el az ételt neki. Visszahívom, hát én nem akarok így ételt adni neki, hülyén ez ki dobozból, hogy egyen. És fölhívtam az egyik szuséfemet, és beült szabadnapján, beült a hatalmas limuzinba, egy A8-asba, kiment, és a forgatás helyszínén megkapta azt az ételt, amire ő vágyott, és így plusz még egyfajta kapcsolat lett vele, és azt gondolom, hogy ez pont ez az emberséges volt, és annyira jó fej volt mindenkivel, annyira barátságos, de nem csak ő, az összes sztár. Bejöttünk most itt az RTL-nek a stúdiójába, a konyhafőnököt forgatjuk éppen. Ez akkor a konyhafőnökös stúdió, itt van fölépítve az a díszlet, amivel nap mint nap dolgozunk. Ez a mi kis pódiumunk, lehet látni, itt vannak a versenyzőknek a boxai. Annyi kamera, meg annyi lámpa van, hogy úristen, magam sem tudom, hogy mit kell vele csinálni. Látom mindent. Menjünk a kocsiba, mert nekem mennem kell. 5 percet van, hogy elkészülj, különben véget. A Nespresso Ateliernek a 8 csillagos vacsorájára megyünk. 4 órakor akartam odaérni, de most van 4:45, szóval már késtünk 15 percet. Például Majka. Tessék, látod? Keresünk valami jót. Szeretem az ilyen melankolikus zenéket is, de menjünk tovább egy kicsit. Ez nagyon jó. Mindjárt bejön. Na ez, ilyenekkel lehet autózni, nem? Tessék. Na ilyenkor mindig az ember rögtön koncerten akarok lenni. Aztán lányomat kéne megkérdezni, milyen apuka vagyok valójában. Én azt gondolom, hogy ki is használja a kis drágám. Nekem egy lányom van, és én lányos apuka vagyok. Pontosabban én csak lányok vesznek körül. A kutyám lány, a macskám lány, mindenki lány. Ezáltal én tudtam, hogy én nem akarok fiú gyereket, én csak lányt akartam. Mert nekem kell az, hogy tudjak valakit papujulatni és szeretni. Nem hiába van ráírva a karomra, hogy apának lenni jó. És a kislányomnak az arcképe van tetováltatva a karomra. Szóval az olyan én nagy szerelmem. Az én ételem egy borjúnyelv lazanya lesz, amit a rétegekben rejtettem el a kávét, a vaníliás kávét, illetve a vaníliás kávének a gyümölcsösségét szeretném majd kihangsúlyozni bazsalikommal és egy pici kis kacsamállyal, amit szintén eldugtam egy nagyon lágy, vékony zselében. Én azt gondolom, hogy minden szakács álma, hogy csillagot kapjon valaha. Vagy legalábbis aki azt gondolja, hogy ez egy jó dolog, az jól gondolja. Tényleg szuper jó. Aztán jön a fekete leves. Volt Magyarországon egy Bocuse d'Or nevezetű verseny. Én ott voltam zsűri. Egy hatalmas gasztrofesztivál keretein belül. És éppen az én kettő kollégám minden a konyháról versenyeztek, és én ott tudtam meg. Azon a fesztiválon Jókuti András mondta el nekem, ő kapott egy e-mailt, és ott mutatta nekem a verseny kellős közepén. Meg is akartam volna verni, mert ilyen nem viccelünk egy emberrel.
mert jól lehet tenni az életét. És akkor utána meg aztán elindult az őrület, euforikus állapot volt, és annyi vendég volt az étteremben, a televízió, a sajtó, a vendégek, hogy utána találtuk azt, hogy be kellett zárnunk a két szerviz között, mert ezt nem bírtuk az emberek hadát. Teljes mértékben igazat adok annak az embernek, aki azt mondja, hogy csillagot kapni a világ legegyszerűbb dolga, megtartani, ezerszer nehezebb. Bármikor besétálhat az étterembe egy ellenőr és elveheti a csillagot, de azért igyekszünk ezt nem megadni ezt az esélyt neki. Ezért jó, mert sosem tudjuk, hogy kik a tesztelők. Március arról szól, hogy van 6 infarktusom, és minden bajom van, hisztis vagyok, nem lehet hozzám szólni, amíg nem kapom meg, és nem kaptam információt arról, hogy maradtunk-e csillagos étterem, vagy elveszítettük. Szakmailag és minden tekintetben az már egy ilyen show, iszonyatosan. Nem arról szól, hogy most akkor ezt ide raktam, hogy ez milyen jó, hanem a egycsillagos ide rakja ezt, és ez kurva jó, a kétcsillagos ide rakja ezt, hogy bakkeri átalakítottam, és akkor jön a háromcsillagos, berakja ezt ebbe így, ezt is berakja, ezt is beledobálja így, lehúzza, és ami kurva jó lesz. Na, ez a három csillag. Bakker, csak ezzel foglalkozom, és jár az agyad, próbálkozol, csinálod, és egy ilyen, bekerülsz egy ilyen őrületbe. De hát nagyon szeretném még egy csillagot, szóval jó lenne, lehet megélni ezt a célt is, de azt gondolom, hogy nekünk az volna jó, mert most mi nyitunk egy másik éttermet, így a cégcsoporton belül, és nagyon szeretném, de csak titok, hogyha az is kaphatná egy csillagot. Nekem az a nagy álmom. Cool story, bro.